Tavaly nyáron távozott a halkszabú, intelligens, mosolyú, szenvedélyes edzősorsú futballtréner Bicskei Bertalan, akiről most Berci címmel könyvet írt egy korábbi játszótárs és barát. Berci nemzetközi mércét képviselő szakember volt, 8 országban dolgozott, U18-as EB-t nyert kapitányként, a felnőttekkel is sikeres volt. Felesége Ani a szakmai hagyatékot most az MLS-nek ajánlotta fel, ő a vendégünk és az életrajz írója, Kis László Kis Laci. Jó reggelt kívánok! Kezdjük sokan Régül, Jó Ani, mennyire volt érdekes így egy barát, egy másik ember egy játszótár szemszögéből visszatekinteni erre a karrierre? Így a könyvön keresztül. Hát tulajdonképpen fölelevenedett az egész életünk valahol, mert hát közös, illetve a Laci írta, de nagyon sokat beszélgettünk az egész életéről, mert azért ő el, elég zárkózott ember volt, úgyhogy nem nagyon adta ki magát a, a, a valójába, mert a szakma az, az minden rendben volt, de a magánéletét azt nem nagyon szerette ki, kifele mutogatni. Úgyhogy se a gyerekkorát, se az ifikorát, a hát azért eléggé zaklatott volt, mert az hát édesanyja vidéken, a vidéken volt, és ő a nagymamájával élt, és azért elég sokat hurcolt magával abból, hogy ő, ő azért nem a szüleivel nevelkedett. Laci, a könyvről mennyi ideig dolgoztál ezen, és miért érezted fontosnak, hogy hogy megírjad és összerakjad ezt a pazarkiállítású könyvet? Hát körülbelül egy olyan három hónapig tartott, mert november 15-én adtam le a kéziratot, az volt a terv, hogy karácsonyra még ki tudunk vele jönni, és akik szerették Bercit, azok akár karácsonyi ajándékként is hazavihetik. És de rengeteget dolgoztam rajta, éppen eszembe jutott, hogy én ezzel feküdtem, ezzel keltem, szóval úgy feküdtem le, hogy jaj, Istenem, holnap reggel kit kell hívni, jaj, ezt felejtsem, jaj, ezt nézem át, még itt nézek bele a népsportba, szóval így visszalézve volt hihetetlen nagy munka, de ködben a munkájában ugyanúgy dolgoztam, úgyhogy nem vettem ki alkotói szabadságot, hogy úgy mondja. E, Ani, ő tudatosan készült az edzői pályára, és voltak úgymond példaképei is, vagy pedig ez ennél mondjam, spontánabbul természetesebben történt? Nem, ő abszolút tudatosan készült, még a Honvéd játékosa volt, mikor elkezdte a TF-et és hát a TF pálya mellett laktunk, és, és állandóan oda járt, és különböző edzés gyakorlatokat tanult be, hogy aztán utána a TF-en, amit, amit tanultak ott, a TF pályán mutatta be velem, tehát akkor még nagyon fiatalok voltunk, 19 éves voltam én, ő meg 23, de hát ez mondjuk később Az volt. És 10 ez hány 11-es rúgott be neki? Én azért annyira odáig nem fajult, odáig nem fajultunk, de volt olyan, olyan edzés gyakorlata, hogy a nyakába ültem, és a TF pályán körbe ment, és különböző gugulásokat csinált, ő borzasztóan komolyan készült az edzőpálya futására, mert de még nagyon szegények voltunk, és külföldről rendelte az edzők újságját Németországból, és azt minden hónapban keményen meg le volt fűzve, össze volt rakva, és különböző szakkönyveket is, ami a mai napig megvan, és tulajdonképpen ezeket is szeretném átadni. A, ezeket fogja most az MLS megkapni a egyeték. Laci, igen. amikor a könyvet készítetted, akkor neked melyik szempont volt a fontosabb, hogy egy szakmai képet, egy futball szakmai képet adjál Berciről, vagy pedig a személyesség? Hát szerintem a személyesség. Bár szóval, amit tudok, annak nagy részét Anitól tudom, bár mi hetente háromszor együtt futballoztunk az újságíró csapatban. Amikor jelentkezett, mondtuk neki, hogy hát sajnos elkésett már nem tudjuk megtanítani se futballozni, se edzősködni, de csalni meg tud tőlünk tanulni. Most annyira a futballban élt, ezt talán Daninak kellett volna elmondani, mert benne van a könyve, de hát ő mesélte, hogy, hogy a családi életet és alárendelt a futballnak, és megesett, hogy mikor a kis Berci még kicsi volt, elment érte az óvodába, és mondták neki, hogy apuka, hát Bercike már az iskolába jár, úgyhogy csak a futball érdekelte, éjjel-nappal csak a futball, és... Ez azt jelenti, hogy akkor ott az edzéseken, meg a meccseken is visszakaptátok, igaz? Tehát szét szakmázott benneteket adott esetben. Nem, nem, nem. Nem? Nem, érdekes, hogy ott, ott zárkozott volt, és egy, bár tényleg nagyon jóban voltunk, de egy bizonyos határt soha nem léptünk át. Szóval én soha nem mondtam neki, hogy miért a Dombi tibi a jobb és miért nem a Maradona, de... Mert de... De nem olyan sem... gyors, mondtam. Meg. <síthat> 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 de de ő sem jutott el odáig, pedig mondom, akár éjszaka is előfordult, hogy éjfélkor hívott, és mondta, hogy itt Berci beszél, de nem fordult elő soha, hogy, hogy azt kérdezte volna, hogy te itt töprengek, hogy most ki legyen a jobbek, te mit Pedig mondom, hogy jóban voltunk, nem, szóval ez, ez az ő feladata volt, legfeljebb az Aninak mondtam, és ez benne van a könyvben, hogy mivel hát az Ani vezetett, mert a Berci a után nem. Igen mondtam neki, hogy te hogy enged engedd meg már, hogy néha a Berci is beleszóljon az összeállításba. Nehéz volt Bercinek ezt a szenvedélyét elviselni a mindennapokban? Hogy, hogy a futball, a futball, a futball? Tulajdonképpen nem. Hát én, én hát, mint mondtam, 19 éves volt, amikor összekerültünk, úgyhogy, úgyhogy én belenevelődtem ebbe az egészbe. Hát én is sportoltam, és tudtam, hogy mivel jár és hát mivel, hogy a három gyerekünket egyedül neveltem föl, és, és abszolút nem, nem. Tulajdonképpen én abszolút elfogadtam ezeket a dolgokat, mert ha azt mondom, hogy nem, hm. akkor mi régen elváltunk volna. De azért nyugtasson meg, simán le tudna vezényelni ma is egy mb 1-es meccset valamelyik kis hát, padról, de az, hát én, azért én az szoktam, a szakmai tudás átszívárban. Szoktam mondani, hogy én tulajdonképpen több fotball meccset láttam, mint egy-két edző a világon akárhol voltunk, én reggeltől estig a, a pályán és az edzések mellett voltam, mert, mivel hogy én fuvaroztam, és néha meg is jegyezték, hogy miért nem hagyom ezt a szerencsétlent békén, hogy egyedül is mászkáljon, de, de nem tudott, mert, mert egyszerűen nem, nem, nem akart vezetni, és ő, és, ő neki ez nagyon kényelmes volt, mert annyira, annyira, bele, tudott, bele tudta magát élni különböző variációkba, edzés variációkba, hogy azt se tudta néha, hogy hol vagyunk, meg hol van. És hát így meg nem lehetett vezetni, úgyhogy ez neki, hát remélem, hogy nagyon kényelmes volt. Laci, Berci intelligenciája habitusa, és egyáltalán az a szemület, amit ő képviselt, az hova helyezült a magyar futballba, és mi a legfontosabb, amit ebből tovább kell vinni, és hát példa, példaértékű kell, hogy legyen. Hát egyrészt szakmailag a, a legnagyobbak között, szóval szakmailag hihetetlen. És, és egy úriember és egy volt a Berci. Igen, bár voltak, voltak, voltak kisiklásai benne van a könyvben, szóval volt, hogy megverte például az ellenfél és Svájcban. Szóval ezek is benne vannak, nem csak egy ilyen idealizált Berci kép, hanem valóban az egész Berci benne van a könyvben. Nem, mert hát úri ember volt alapvetően, igen, és szakmailag csodálatosan felkészült. Talán egy pici vagányság hiányzott belőle, ezt már mondtam máskor is, hogyha többet mer kockáztatni, de ő annyira annyira a, a tanult tudására hallgatott, sem az ösztöneire, hogy Hogyha pedig lett volna még benne egy kis hallgánság, akkor szerintem a, a világ legnövedői között emlegethetnénk ma. Ha több edzőt ver meg. Nem csak <laughs> Svájcban. Igen. De nem, nem az ösztöneire hallgatott inkább, hanem ő benne volt egy bizonyos visszafogottság. Nem, nem volt ő egy, egy ilyen... ilyen Habár ha a szakmáról volt szó, vagy a munkájáról, akkor nagyon kemény tudott lenni. De de nem volt benne az, a, az az iszonyatos nagy önbizalom. Neki mindig volt egy iciri-piciri olyan, olyan, része az életének, hogy hát nem biztos, ő túl, mindig túl biztosította magát, és, és, a világon mindent, mindent megtanult, amit létezett, mert, mert reggeltől estig már se csinál, csak firkált, én mondtam mindig, hogy firkál, hát különböző edzés terveket készített, hasra feküdt, és, és, állandóan firkált, és például a, csak az első lapra, másik, másik oldalra már nem írt össze-vissza firkát, és akkor kialakult nála ez, egy, ez az egész dolog, és borzasztóan felkészült, borzasztóan a tudatosan csinált ezt az egészet, de neki a legnagyobb, legnagyobb bánata az, hogy itthon nem tudott. Maradandót. Már hát, úgy maradandót. Kérdünk, igen, azért maradjunk abban, hogy, a, hogy a, igen, értem, de azért alkotott ő maradandót, és ami a legrövidebb, hogy összetett volna, jó ember volt. És hát, az az azt, biztos. És én azt kívánom, hogy akkor olvassuk el, én is el fogom olvasni, és, és nézzünk bele ebbe. Én meg fel. majd kikérdezem. Te meg kikérdezed, ahogy ezt szoktuk, igaz? Mindig. Köszönöm szépen, hogy itt voltad. És köszönjük.